Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Rimworld. Nem a folytatása, miután az előző menetünknek a mentése úgy döntött, hogy nem kíván betöltődni a továbbiakban. Úgyhogy új menetet fogunk kezdeni. Ezúttal egy vámpírral. És az ő csapatával. A vámpírt közvetlenül nem nagyon fogjuk irányítani, hiszen ő teszi, amit akar. Mi a vámpírnak a hölgykoszorújjaival és egyéb rabszolgáival, meg mi egyebeivel fogunk játszani. Vagy nem. No, hát egy erősen szennyezett terepen vagyunk, mint látható. Ez a hegy, ezt nem egészen így képzeltem el, főleg nem a kedves kis szörnyikékkel együtt, amikkel kaptuk. Egyébként nem lenne olyan haszontalan, bár mondjuk az, hogy tele van szemetelve, az nem boldogít. Így nem tudunk befúrni a hegybe és azzal elmenekülni a kosz elől. Hát talán ide be lehet majd ideiglenesen fúrni. Hosszú távon egyébként valószínűleg ide át fogunk települni és itt fogunk lakni ebbe a járatrendszerbe, meg a köztelévő hegyebekbe. Mert ez a biztonságos. Biztonságosabb. De ideiglenesen, ami akár elég hosszú lehet, itt fogunk tölteni. Itt van egy kis szoba készen. Egyúttal néhány modot is beraktam a technológiákra, meg egyebekre. Ó, itt is van egy pár szörnyike, remek. Szerintem arra... ide, meg akkor a másik szörnytelepre egy... ilyen kockát rakjunk le, és ha invertáljuk, akkor az az egyes zóna az alkalmas lesz arra, hogy a szörnyikét elkerüljük. Bár egyelőre nincs szándékom oda menni. No. Aztán... engedélyezzük a cuccokat, amikkel jöttünk. A... tárgyak, amiket tudunk készíteni, az meglepően kevés. Az egészen durva, hogy egyébként még a mezőgazdaság is összesen ebből a néhány növényből áll, amit egyébként szintén nem kellene, hogy elérjünk. Ugyanis a semi-random projekteket használjuk, de úgy, hogy mindent nulláról kezdünk. Még a mezőgazdaságot is. Itt van ez a mutagén növény. Az az egyik opciónk, hogy mindenféle mutációt létrehozhatunk. Nem olyat, amit a biotech ad, hanem milyen állatmutációkat. Majd meglátjuk pontosan, hogy működik. No, hát alapvetően ezzel fogunk kezdeni. A legelején még azt fogjuk feltalálni, hogy mi a tűz, meg hogyan lehet ültetni, meg hogyan lehet falat építeni. Az egyik, amit tudunk az legelején egyébként, az a bányászat. Úgyhogy itt el tudunk kezdeni egy nem hármas, hanem kettes sort akartam. Ha sikerül azt kiválasztanom, amit akartam, és akkor ide lehet... kifér még egy? Nem. Hát akkor legyen egy nagyobb szoba. Így, és akkor az kvázi két szoba. Jó. Aztán mondjuk ennyi elég. És akkor ide egy nagyobb szobát. Ez lesz majd a vámpírunk szobája.
Itt meg egy, meg majd kiderül, hogy milyen feladatra szoba. Majd egyszer raktár lesz, vagy mi egyéb. Beszedje az egész, ahogy említettem, ideiglenes, úgyhogy ki tudja, hogy mi fog kisülni. No. Azt hiszem ezzel járunk jobban, mert ebből jönnek a mindenféle ilyen... Nem, ez a fontosabb. Ebből jön a mezőgazdaság, meg a tűz. Meg egyébként például a fekvőhelyet, a töküres fekvőhelyet is innen kapjuk meg, meg a daraboló böllér területet. Az egyetlen hasznos, amit tudunk csinálni, ez a kutató opciónk. Mondjuk így. Tényleg, feladatok. Na hát. Tűzoltásban nem fog a vámpírunk részt venni. Nem azért, mert fél a tűztől természetesen. Bárki más is állítana, hanem mert az alatta való munka. Mivel ő az legjobb orvosunk, ő fog orvoskodni. Igazából ezek is részt vesznek, meg négyesre te is mehetsz. Jó, a legjobb szociális karakterünk, úgyhogy technikailag a gyerekgondozás az rámarad. Egyszerű feladatokat nem végez, mert az alatta van. Kirakjuk négyesre, hogyha kell. Ő a legjobb szakácsunk. Technikailag azt négyesre rakom. Mert igazából ezek mind olyanok, hogy majd csinálja, ahogy akar. Négyes. Igazából ez van olyan jó, hogy ha akarja, négyes skillje van szinte mindenben. Úgyhogy ha akarja, csinálja, természetesen cipekedni és takarítani nem fog. És elsődlegesen kutatni fog, ha úgy alakul. Jó, ti technikailag tudtok főzni, de inkább ne. Jó vadászat mindenkinek, majd ha szóba jön. Hát ti vagytok mondjuk úgy a... Ez azt hiszem így alakul. Nem egy minőségi banda, de mondjuk csinálják így. Cipekedés. Ezt azért olyan ráérősen csinált csak. De hát igazából jó vagy benne. Csinálják, jobb híjem. Bár remélem jó ideig nem lesz az, hogy nekik csinálni is kéne. Az egyetlen komolyabb erőforrásom az, hogy van fa. Úgyhogy szerintem egy nagyobb favágást itt kijelölünk. Azt úgyis majd valamikor belakjuk. Oké, neki van itt egy fegyver. És egyébként körülbelül ennyi. Valaki nézzen be ide, remélem üres, mert akkor annyit tudok tenni, hogy ez egy zárt tér, ahol zárt, hogy hívják, ott tudok csinálni raktárat, mert egyébként nem tudunk ugye szobát építeni falak és ajtók hiányába. Oké, kérdés, hogy kell-e rá tető. Na, inkább jelöljük ki, azzal jobban járok. Mondjuk így kijelölünk itt egy területet. Itt lehet tovább ilyen külszíni tárolókat csinálni. Jó. Hova raktuk? A fával, meg ezzel. Jó.
Oké, ez lesz a alapvetően az ilyen nyersanyagoknak, növényeknek nem, nyers mutagénnek nem, úgy érzem, az nem odavaló. Jó, ide alapvetően minden, ami nem ide való. Annyira nem gond, mert igazából az tényleg csak minimális erőforrás egyenlőre. Csak mondjuk a gyógyszert, meg a komponens, meg ilyesmit, azt mentsék el oda. Arra jó. Annak örülök, hogy itt van egy adag kaja majd, ha kell. Mert abban jó esély... Ops, ezt már meg is csináltuk. Fegyver vagy ruha? Ez jó kérdés, egyikbe se vagyunk túl jók, szerintem. Talán a fegyver, a mezőgazdaság, vagy a főzés, vagy ilyesmi kellene. Mert amíg az nincs meg, meg persze az épületek. Mert amíg az nincs meg, addig sehova nem jutunk. Oké, kaptunk egy crafting spotot. Meg egy darabolót. Ezt mondjuk egyszerű. Mindenki, aki nem ember. Ugye a vámpír vonalon kannibálok is vagyunk. De majd később az emberi hullákat fel tudjuk majd használni, úgyhogy azt külön akarom ki vagy bekapcsolni. Aztán mi az, ami még kéne? Ilyen zónák, mondjuk ide egy nem friss hullahegyet, az sose fog ártani, meg valahol mondjuk itt erre a kőkopacra egy kőtárolót kirakunk. Hogy valahova el lehessen vinni a köveket, amit elsősorban itt a bányászatból. No, hát egyenlőre ennyi. Most nézzük, hogy mit tudnak összerakni. Tényleg, hogy áll ez? Mindenféle alapanyag. Fám van, fémem van. Köveket tudunk itt bontani. Valamennyit. Kérdés, hogy az asztalt elbontsam-e. Mert ezek acélok. Ez márvány meg pala, ha jól nem értem. Ami jól jönne, mert akkor három különféle kövünk van. Azt azért úgy elfogadnám. Van-e máshol ilyen kőcucc? Itt lenne ezüst, de mondjuk ott a szörnyikékvel kéne megbeszélni. Itt van némi gomba, vagy már gomba, goma. Az jó, az még kajának jó lesz, meg rengeteg fém, meg mi egyéb, további gombák. Nem tudom, mennyire fog túlélni itt a koszos területen. Egyébként ez a természetes gomba, hogy őszinte legyek. De úgy látom, hogy roncs épületek nem nagyon vannak, csak ez. Acél az is remek, meg az is. Nem szívesen bontanám el ezt a két asztalt, mert az még hasznos lehet. Jó, egyenlőre ezt a limestone-t, a mészkövet elbontjuk, mert abból csak egy fal darab, az nem érdekes. Ezt az acélfalat valószínűleg majd idővel elbontjuk. Itt van még némi kaja. Plastil.
egy mezőt kijelölünk, az nem fog ártani, csak nagyon-nagyon macerás, ugye, amíg elbontják. Itt az animefa. Az meg a másik fajta ilyen speciális fa, az átültethető, ahogy egyébként a többi fa is az, úgyhogy ez csak alig több, mint hogy most már ez is átültethető. No. Reverse engineering, ja, fából. Az meg reménytelen. Jó, ő megy érte. Az nem is nagy baj. Annyit megteszünk, hogy visszaúton hozza is vissza. Úgyhogy akkor itt ültessük el a mi kis tisztásunkba. Hát minél messzebb, mert itt majd lesznek épületeink. Nem sok, meg nem egy hamar, de lesznek. Jó. És akkor most hozza szépen. Meglátjuk, hogy azzal előrébb vagyok-e. Nem nagyon. Mit tudnánk még? Jádét. Ott valahol volt egy jádénk, nem? Itt. Oké. Egy mezőt abból is bontsunk el. És remélem a szörnyeket elkerülik a kijelölt útvonalon. Mert egyébként bajba vagyunk. Jó. Oké, Kazuko, te itt most mit csinálsz? Meditál. Jól meditáljon. Azon nem fogunk összeveszni. Majd egyszer pakolászik, vagy ahogy esik. Gondolom azt a mészkövet már be is dolgozta, igen. Hát a többit nem tudom honnan fogunk szerezni. Jó, ezt idővel bontsák el, mert ennek semmi teteje, hogy itt van. Ó, két geotermális itt van, ha akarunk maradni ezen a környezeten. Hát az első éjszaka az eléggé problémás lesz. Meg a következő nagyon sok éjszaka problémás lesz. Úgyhogy alapvetően most várjuk azt, hogy bármiben haladjanak. Prototípusig eljutottunk? Már nem. Harmadát kell kifejlesztenünk. Nem sokkal több. Tudunk-e még valamit szedni? Ugye az a gond, hogy a crafting spoton... Bunkót már tudunk csinálni. Csak fából, mert fám lesz, acél meg egyéb az nem nagyon. Az nem nagyon. Nem tudom, miért tudunk prototípus bunkót építeni, amikor még nem nyitottuk meg a prototípusokat, de azzal tudunk haladni. Egy kicsit. Ennek örülök, hogy ott mégiscsak kaptunk egy opciót. Lehet, hogy alapból tudtunk. Jó, ezt egyenlőre örökre, bár azt hiszem nincsen a pályán. A legjobban azzal járnék valószínűleg, hogy Jared csinálná. De most ő inkább bányászkodik. Úgyhogy legyen így. Nem vitték túlzásba az egyebeket. Valakitől volt itt egy adag
Oké. Annyit tegyünk meg, tényleg. Azt hiszem Jared az éjszakai játékos, ugye? Nem. Hát akkor... akkor nincs vele gond. No, és akkor ezt a toolingot elkezdi. Meg majd nagyon lassan a bunkót is. Ami... hát ez 8 pont összesen. Onnan meg nem tudom mennyi jött a bunkóra. Remélem ebből be tudjuk szedni ezt a hiányzó 15 pontot. Hatodát kapta körülbelül. Tehát még itt van egy olyan 5 pont, meg még 5 pont. Az 5 ponttal kevesebb, mint amennyi kéne. Ezüst papíron lehetne. Já, de meg plastil, az szintén papíron lehetne. Valahova nagyon elszíre elment itt az egyik karakterünk, de aztán visszajött, jó. Tényleg, ha már itt vagyunk, akkor szerintem legalább kettőt rakjunk be. A tönköket szedjék ki, mert az még fa. Ó, megtalálta a monolitot. Nem túl meglepő módon van a pályán. Majd esetleg azzal is játszunk. Annyit tudunk tenni, hogy a koponyát szedjük ki belőle. Az még jó lehet nekünk valamire. Olyan a kedves hozzáállásunk, hogy mi használjuk azokat a koponyákat. Úgyhogy az még jól jöhet valamire. No. Egyébként hova ment oda ilyen lelkesen? Vagy csak rohangászni ment a erdőbe? Ennyi erővel el is hozhatnád azt a koponyát, hogy az ne pusztuljon itt a semmibe. Meg tudjuk építeni? Egy. Akkor... mondjuk a bejárathoz egy-egy koponyás tüskét rakjunk ki, az még hasznos lehet. Lassan kezdik el vinni a cuccokat. Szedd fel azt a bunkót, az még jól fog jönni. Meg mondjuk te is szedd fel ezt a másikat. És akkor legalább valamilyen fegyver van nála. Nem mintha komoly lenne a néhány bunkó meg. Jó, a két kard, ez egy elég jó kard. Részben azért is használtuk. Azért ismertük megvenni, hogy azért valami minimális védelmünk legyen. Mert egyébként eléggé gyérül állnánk. Jó, bunkótermelés megvan, de még bőven kell. Fám van. Úgyhogy mondjuk kijelölünk még néhányat. Nyilván jobb lenne, ha nem kellene kijelölni, de... ó, ennyi erővel ezt az asztalt előrébb vagyok. Széket úgyse tudok gyártani hozzá, ugye? Igen. Akkor nincs értelme kijelölnöm, hogy van asztalom. Pont ugyanolyan jó ott is, mint máshol. Sajnos szék nincs random eldobálva. Jó, ezeket cipeld be. És ha már te itt tisztogatni akarsz, akkor ne felejtsük, hogy ez, meg ezt nem kell tisztítani semennyire. Igazából ez se. Igaz, azt mondanám, hogy ez se, de az mondjuk csak azért, hogy egy random tűz ne okozzon itt gondot. Azért hajlandó vagyok egy kis tisztítási időpazarlást megejteni.
Na, az első szoba megvan. Úgyhogy akkor egy ilyen háló akármit kijelölhetünk. Ennek nincs teteje. Még talán leginkább úgy lesz teteje. Hogy az ott egy újabb szoba. Ebben a formában. Nyilván lehetne kevésbé rusnyáska, de hát úgy esik, ahogy. Ezt is ki lehet növeszteni egy kicsit, ha már úgy esett, ahogy. És akkor összesen 5 szoba, meg a vámpírnak a saját szobája, persze, ha majd az ajtót föltaláljuk. Sajnos nem lehet átrakni ezt az ajtót. Ugye, az nem áttelepíthető, pedig az jó megoldás lenne, ha a talált misztikus roncsajtót átraknánk. Na, a tooling megvan, a bunkófejlesztés majdnem megvan. Jó, most már lehetne ezt a másik kettőt is. Csak ahhoz fém kell. Ami azért drága. De lehet, hogy az lesz így is, úgy is. Vagy reménykedünk, hogy a viszonylag gyakori első egy-két támadásban kapunk egy kést, vagy ilyesmit. A legjobb az lenne, ha egy kést meg egy bunkót kapnánk. És akkor mind a kettőt visszafejletnénk itt a cuccba. Azt hiszem arra márunk. Major? Mi a... Ja, hogy nincs szórakozása. Ja. Valóban. Technikailag ezt le lehet rakni. Nem azt mondom, hogy ettől félelmetes szórakozás lehetősége lesz, de valószínűleg ez az egyetlen, ami van. Ha ide kirakunk meditációs pontokat. Mindenkinek, akkor technikailag itt is tudnak meditálgatni. Az is egyfajta rekreáció. Nem a leghasznosabb, de van. Jó, az a fa szerinte útba van, legyen úgy. Ágyak kellene, nem mondod. Na, és akkor egy picit javul a helyzet. Jó, persze napfény, meg mi egyéb gondjai vannak. Ó, és nem jött a sikeres akciója. Hát, ha kint alszik, meg mi egyéb, azon nem sokat tudok tenni. Varg! Oh yeah. Oké. Gyertek így. És utána rátámadhattok. Azt hiszem egy ilyen cuccot bedobunk rá, mert az egy viszonylag hatékony támadás. És akkor talán elkerülhetjük az iszonyú sebzéseit. Oké. Mondd, hogy meg tudjuk enni ezt a vargot legalább. Jó. Ők nem sérültek, ő pedig vámpír, úgyhogy simán begyógyulja. Jó. Ez azért segít.
kapunk belőle egy adag bőrt. Arra jó lesz. Ó, elég hideg van ahhoz, hogy 2 napig megmaradjon a kaja. valahol hasznos. Meg ha kell, akkor ezt majd betakaríthatjuk. Igazából 1 vagy 2 adagot ebből be lehet takarítani. Nem, mert most lesz rengeteg kajánk a varkból, ha azt végre feldolgozzák. Nyilván jobb lenne egy minőségi feldolgozó, de egyelőre nincs. Egyelőre ez a csúcs technológia. Ja, most már nem kell a lassú sebesség. 20, meg körülbelül 80 kaja. Ez nem olyan rossz, az a 80 kaja. Jó, megvannak a bunkók. Még egy bunkóból lehet XP-t nyerni. És akkor picit több, mint 20 fölött vagyok. Jó, akkor legyen még egy bunkó. Egyik gyérebb, mint a másik. Na mindegy, haladunk vele. Azt hiszem itt van nem túl messze. Igen. Fém. Úgyhogy azt hiszem, az belefér. Hogy akkor utána 1 vagy 2 kést is csinálunk. Négy pöttyöt kaptunk. Úgyhogy valószínűleg az a 2 kés az még arra se lenne elég, ha feltéve, ha megkapnánk a teljes menetet. Hogy megússzuk az egészet. Jó, majdnem meg is gyógyult. Ez a tartós sérülés majd idővel leesik róla. Azt, mint vámpír meggyógyulja, de az még jó messze van. Azzal nem tudunk csak úgy megoldani. Egyenlőre semmit. Meg lesz a második szoba. Juhú. Egyébként ez lesz valószínűleg a 3 rendes szobájuk. Na, ott 2 pontokat termelt. Az azért minőségi eredmény. Gagyi. Hát, ja. Ez várható volt. De hát azzal nem tudok mit tenni, hogy gagyi. Jó. Na, megvan a második szoba. Legalábbis annyira megvan, hogy egy ágyat bedobhatunk. Majd alkalomattán kitakarítják. Jó. Azt hiszem így behúzhatjuk. Valószínűleg még ezt is majd ki fogjuk fúrni. Bár fene tudja. Majd meglátjuk. Ki van jelölve? Előbb-utóbb majd kitakarítják. Vagy nem. Na, Kazuko rástartolt. Jön egy látogató. Ó, értékes ember hús elpusztult. Annak nem örülök. Valamit tudunk vele kereskedni, hát annyira bunkókat el lehet adni, vagy ilyesmit. Ami érdekelne, az kaja. Ent akármi. Melyik a frakció? Az egy olyan, akivel nem kéne összerúgni a port. És annyira nem szűkös azért a kaja helyzet, hogy megtámadjunk egy látogatót. Azt sem mondanám, hogy jól állunk.
De annyira nem rossz még, hogy ezzel harcba menjünk. Jó. Mi van nála? Molotov? Hát... Az a baj, hogy 300-am nincs. Sőt, semmim nincsen. Technikailag lehetne venni ilyen kaját, nem tudom, gyógyszert adhatnánk meg komponenst, egyiket se akarok. Egyiket tartom többre. Mondjuk így. Sajnos ezeket nem érdekli. Minőségi fegyvereink. Kár. Mindegy, azért a 4 kaját megvesszük. Meg van egy minimális, hogy hívjákunk így. Ezüstünk. Azt részben azért vettem, hogy legyen az ilyen kutatásokhoz. Az azért nem egy káros opció, ha oda van ezüst azoknál, ami használja. Az elején nincsen, de utána egyébként az egy ingyen technika. Mert ezüst az szinte mindig lesz a raktárba, ahogy a fa is, meg az acél is. Sőt, az új feladványban ugye a bioferrit az anomáliával, ez a mutáns akármi, ez nem tudom micsoda. Meg egyébként kövek is viszonylag gyakran lehetnek. Persze felteszem, amikor már meglesznek a kövek, akkor onnantól már nem olyan gyakran kell. Bár fene tudja, azért a legtöbb épülethez alkalmas. Valamennyire. No, néhány pötty kell. Igazából, ha lenne még egy késem, az valószínűleg elég lenne. Egy gond, hogy nem tudok még egy kést gyártani, mert nincs. Ó, de! Itt kibányázták, vagy volt? Oké, 140 fémem van. Annyira nem örülök, hogy elpazaroljuk. Azt hiszem... nem tudom kijelölni egybe. Egyet abból meghagyunk. Jó. És akkor ebből visszanyerünk némi fémet. Arra jó. Ez az elbontás. Igazából ihatnál a többiekből. Hogy őszinte legyek. He? És akkor semmivel nem kerül. Ők pedig nem ellenkeznek, mert ez a legnagyobb örömük, hogy úgy mondjam. És akkor, ha kell tartaléknak, ez megmarad, ez a vámpírpia. Sok nem marad belőlük, amikor a sor került. Azért egy majdnem 100 acél az kiesett ebből. Ezt meghagyjuk, mert egy szarkofág még lehet, hogy később kell. Ki tudja. Hát ha lenne még egy koponya, valahol még egy koponya. Tényleg összesen egy hullát dobott ki, ez szokott pedig rengeteg hullát ki haigálni magából. Na mindegy. Majd lehet, hogy később, amikor újra megnézzük.
No, hát egyelőre akkor azt hiszem ennyi. A Kazukónak kéne, de... No, már csak 2-3 pöttyés, és megvan, remek. Oké, akkor majd innentől kezdve tudunk nem prototípus fegyvereket gyártani. Különösebben nem vonz. Bár ha kell, akkor kell, majd meglátjuk. Tűz vagy falak? Mind a kettő jó. Az ajtóval azt hiszem előrébb vagyok, de nem tudom melyik a ténylegesen jobb. Ez most olyan, hogy mind a kettő kéne, aztán majd kiderül, hogy mit kapunk legközelebb. Rengeteg minden a prototípusba. Visszafejteni falakat, egyebeket. Azt az oszlopot nem kellett volna elbontani akkor. Fence van itt. Ugye azért dolgozhat ilyen. Nézzük meg, hogy mások hogyan építkeztek jellegű akcióra. Ismerkedjünk a fallal. Meg az ajtóval. Még azt hiszem volt ez az egyéb cucc is. Wolfskin. Már is mehetne a prototípus. De még van ajtó, meg mi egyéb. Azokat szerezzük meg, azokat a pöttyöket. 20 pontot lehet összesen összeszedni, úgyhogy nem építünk még semmit. Az azért nem ártana, ha úgy lenne meg, hogy őszinte legyek. Vagy lábbis minél közelebb, és akkor nem kell... Oké, fát kockáztatnánk. És mondjuk azért az ajtó az nem olyan katasztrófa. Tehát ezek itt kellenek, hogy őszinte legyek. Hova akarunk mondjuk egy darab falat kihelyezni? Leginkább sehova. Jó, ezt azért rakjuk le, mert viszonylag olcsó, és akkor ha megvan, megvan. Na, hát ezzel nem lesz gond, a kérdés a következő technika lesz, úgy érzem. De hát ez annyira nem meglepő, hogy ezzel nem lesz gond. Még bőven van visszafejthető cucc, és közbe kezdhetjük a prototípusokkal. Aminek örülök. Oké. Talált egy tankcsapdát, ami szerinte használható. Az, egyébként. Többi az nem tudom, hogy mi... Mennyire veszélyes rodállatok? Azt hiszem ragadozó most nincsen, csak az a varg volt, úgyhogy... Hát azon kívül, hogy nem jó, ez nem problémás. No, már néhányaknak szobája van. Az azért nem egy rossz opció. Ebből jön-e a... Nem ebből jön az ágy, és annak minden folyamánya. Úgyhogy az még odébb van. Ebből még az ajtó meg a fal jön. Ami két nagyon hasznos technika. Jó. Annyit megtehetünk utána. Hogy akkor ezt átrakjuk ugyanilyen mindenes tárolónak, hogy ezeket a cuccokat behozzák legalább. És akkor ez egy belső tér lesz. Nem minőségi, de belső tér. Arra jó, hogy itt van, nem pedig máshol. Ezek a cuccok. Feltéve, hogy a... Hogy hívják, ott megépítik.
ajtót, ami azért korlátosan megy csak. A varg megpusztult, nagy... Ja, hogy nem azt tették. Ez hiba volt. Igen. Hogy meg is vagyunk, remek. Ruha, vagy... Azt hiszem abból jön az ágy. Nem az ágy, de legalább az első fázisa az ágynak. Jó, itt lehet felhasználni azokat az el nem bontott cucc... ez így minden már nem is kell. Ennek örülök. Azok az ajtók kellenek. Azt szándékosan építettük. 400. Majd lesz még itt nagy részét ennek elbontjuk. Meg van rég... Fából nem lesz gondom. Az a kevés cuccok egyike, amiből jól állunk. Jó, és akkor szerintem most már ezt is elbontjuk. Jó. Igazából szerintem a fal már nem lesz technológiai csoda. Az asztalok még igen. Az még misztérium. Arra még lehet vetődni. Jó, azt viszont egyébként claimeljük is. És hozzuk át ide. És amint a prototípus megnyílik, majd végre lesz székünk, ugye? Igen. A kis szék, de már szék, és akkor asztalnál tudunk enni. Orba League, az tetszik. Sparks. A csillámló vámpír törzs az teljesen rendben való, úgy vélem. Az abszolút tematikus. Úgyhogy azzal gond egy szál se. Azt hiszem megkaptuk a prototípust, igen. Jó. Oda egyebet még nem. Egyelőre egy ilyet építsünk, mert az fából van. Ilyet, mert fából van, majd meglátjuk, hogy kell-e. És ha kell, akkor mennyi. Jó, és azt hiszem lassan ennyi lesz ez az első menet. Kajából kezdünk rosszul állni. Ami nem jó, mert még el se kezdtük a mezőgazdaságot. Az egy kicsit jobban tetszett volna, ha haladunk vele, de hát így alakult. Jó, fejlesztjük az asztalt. Van-e más, amit visszafejthetünk? Nem nagyon. Hát az a 4 pont volt. Mondjuk nagyjából megvagyunk. Kell még 2 pont. 2 pöttyöcske. Csak arra minden bőrféle az lehet. Az emberbőrünket például majd föl lehet még használni. Azt hiszem valamennyi van belőle. Nem? Ezek szerint... jó lenne, ha nem pusztítanád el az összeset. Annyira azért nem pazarlásmentes, vagy hogy mondjam. Wolfskin. A patkányból lesz egy kis másik fajta bőr.
Bár lehet, hogy volt, de ha nem, hát nem. Hát ez nem úszta meg. Mindegy. Van egy másik, kicsit nagyobb patkány. De a fő kérdés, hogy abból kaptunk egy új nyers. Igen. Jó, akkor megérte. Akkor ez abszolút hasznos volt. És kell még fél pont. Oké, hát akkor... Milyen prototípus nem építettünk még? Ilyen állatcuccot lehet még építeni. Értékesen. Nem jó, mert azt el is fogjuk dobni ilyen értelemben. De mondjuk a többit is. Asztalt lehetne még építeni, de hát az azért annyira nem kritikus. Semmilyen bőrből nincsen elég, nem túl meglepő módon. Ja, hát akkor oda rakunk egy ilyen sima helyet, még valakinek lesz még egy szobája. Aztán majd meglátjuk. No, és meg vagyunk. Tűz. Ebből azt hiszem tűz lesz. De egyik sem mezőgazdaság. Hogy őszinte legyek a problémára. Jó. Mindenféle ruhák és egyéb dolgok. Gomba. Ez nem is tudom, hogy mit keres a tűznél. Végül is. Tűzön készítjük. Jó, fa, az tiszta sor. Visszafejteni, kár, hogy... Ja. Ahol lenne random tűz valahol, akkor azt nézhetné. Azt tetszik. Azt tetszik. A tűz feltalálását a tűzből lehet csinálni. Ez macerás. 7 pont innen. 4 pont innen. A többi az eléggé kérdéses. 11 a 20-ból. A másik 9 az köz. De az már úgy érzem legközelebbre marad, innen folytatjuk.